Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyermekestül, minden vagyonával együtt úgy fizessem. A szolga leborult előtte, és úgy kérte, légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr megkönnyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor az kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki neki 100 dénárral tartozott. Megragadta, elkezdte folytogatni, és követelte, add meg, amivel tartozol. A másik szolga leborulva kérte, légy türelemmel irántam, és mindent visszafizetek neked. De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodtak. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hivatta, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatásodon, ahogy én megkönnyörültem rajtad? Ezzel az úr haragjában átadta őt a poroszlóknak, még meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből fel a barátjának. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretem. Köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy újra itt vannak. És amit a tegnap ígértem, ma a megbocsátásról fogunk beszélni, ma és holnap, és pedig ma erre a két kérdésre próbálok választ keresni röviden, hogy miért kell megbocsátanunk, vagy miért jó megbocsátanunk másoknak, és hogyan történhet ez. Holnap pedig arról fogok beszélni, hogy kinek kell megbocsátanunk. De először szeretnék ma is mondani egy viccet. Volt egy közösség, akik evangelizálni akartak, és ezért megkérték a közösség tagjait, hogy menjenek el a városban, csöngessenek be a házakba és a lakásokba, és próbáljanak eladni szentírásokat az embereknek. És a közösség minden tagjának adtak 10 szentírást, hogy azzal menjen és adja el a városban. Elmentek, és próbáltak becsöngetni, és egy óra múlva visszajött közülük egy. És mondta, hogy ő még kért 10-et, mert eladta már az összeset. És megkérdezte tőle, aki ezt tervezte, de hát hogyan? És azt válaszoltam, becsöngettem, és azt mondtam, megveszi, vagy felolvassam. És erre mindenki inkább megvette a szentírást. Reméljük, hogy utána olvassa is. Csak annak, aki el szeretné olvasni, hogy a Szent Mise végén vagy a Rózsafűtér végén elérhető lesz néhány könyv, elsősorban a Méri USA, a gyógyulás rejtett forrásai című könyve, ami nagyon sokat segített nekem is, és meg vagyok győződve, hogy másoknak is segít, mert nagyon sok történet van leírva, hogy milyen lehetetlen helyzetekből tud gyógyulást előidézni az életünkben, ha megbocsátjuk másoknak azt, amit bennünk okoztak. A másik, amiről főleg holnap fogok beszélni, Robert Tegrandis atyának, ő egy szerzetes, aki járja a világot és a megbocsátásról tanít, egy egyhetes lelki gyakorlat a megtört szívek gyógyítása. És néhány más könyv, és még nagyon tudom a figyelmükbe ajánlani, mi szintén elérhető lesz, Gabriel Ámort atyának Szabadíts meg, gyógyító és szabadító imád. És néhány más könyv és egy imafűzet. A másik dolog, amin a plébános atyával picit konzultáltunk, hogy holnap fölkínálnám a lehetőségét annak, hogy aki szeretne, eljöhet egy segítő beszélgetésre. Ugye ha testi sérülés szenvedünk, tehát leütjük a kezünket, vagy elvágjuk, vagy bármi, a kisebb dolgokat meg tudjuk oldani mi magunk. Ha egy picit nagyobb dologról van szó, akkor elmegyünk a házi orvosunkhoz, és tőle kérünk segítséget.
Ha pedig még komolyabb dologról van szó, akkor befekszünk a kórházban. Hát ez körülbelül a házi orvos vagy a segítő nővér szintje lenne, amit fölkínálhatok, egy félórás beszélgetés, amiben segítenék egy dolgot, tehát konkretizálni kellene már előtte, egy dolgot megbocsátani valakinek. Aki ezt igénybe szeretné venni, kérném, hogy a szentmise, pontosan a rózsafűtér végén jöjjön be a sekrestyébe, ha megszakítom egy kis időre a gyóntatást, vagy abba hagyom, hogyha már végeztünk, és akkor velük röviden megbeszélnénk, hogy mikor és hogyan lenne. A tegnap ebből a szentírási részből kiindulva, a pusztában kiáltónak szava, készítsetek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden völgyet töltsetek föl, minden hegyet és halmot hordjatok el, ugye azt mondtam, hogy az egyik lehetséges értelmezésem, hogy a hegyek és a halmok, ami bűneink, a völgyek pedig azok a kráterek, az az érzelmi sebzettség, ami bennünk keletkezett azáltal, hogy megbántottunk, megsértettünk, tudva vagy akarva, mások megsebeztek bennünket. Tudva vagy tudatlanul, akarva vagy akaratlanul. A lélek sérülése a bűn, és az emberi gyógyító válasz a bűnbánat, a psziché vagy a szellemünk sérülése, az érzelmi sérülés, az érzelmi sebzettség, amire a gyógyító emberi válasz a megbocsátás. És amikor megbocsátunk, akkor Istenhez válunk hasonlóvá, aki felkelti napját jókra és gonoszokra, aki szeretettel van irántunk is, irántam és irántad, akkor, amikor bűnkövetünk el, tudva vagy akarva, vagy tudva vagy tudatlanul, akar vagy akaratlanul, vagy akár, mivel nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi a következménye, mi a hatás annak, amit teszünk. Hallottuk az evangéliumot, az evangéliumi példabeszédet, aminek az összefoglaló neve a Szentírásban a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd. Isten nagyon sok bűnünket megbocsátotta, és meg fogja bocsátani a jövőben is. De arra hív bennünket, hogy mi is megbocsássunk embertársainknak. Miért bocsássunk meg másoknak? Elsősorban azért, mert erre Isten maga adott példát nekünk. A bűnbeesés után azonnal megígérte a megváltót, és onnan kezdve azon dolgozott, hogy megvalósítsam, hogy Jézus Krisztus emberi lehessen, hogy elvegye a bűneinket, és ezáltal megnyíljon számunkra a hazavezető út az öröm országában, a mennyországban, amelyről Szent Pál azt mondja, szem nem láttam, fül nem hallottam, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Mi úton lévő emberek vagyunk, az egyház önmagát zarándok egyházként értelmezi, azonosítja, a mi célunk nem ez a földi élet, hanem zarándok úton vagyunk az igazi hazánk felé, ami a mennyország, az Isten országa, és egy kortársunk, egy ma élő ausztrál misztikus, Ellen Ames, azt mondja, hogy a mennyországban nem léphet be semmi, ami nem szeretett. Ami bennünk nem szeretett, annak vagy meg kell halnia, vagy át kell formálódnia. Ismerős a történet, amikor Nikodémus éjszaka fölkeresi Jézust, szeretne találkozni vele, de nem meri fölvállalni, hogy mások is lássák. És Jézus azt mondja neki, újjá kell születned. Ha valaki azt érti önmagáról, hogy a természetében van valami, arra, amire azt szoktuk mondani, hogy ilyen a természetem, ami nem szeretet, vagy nem jóság, akkor arra,
köztük én rám is, érvényes, hogy újjá kell születnünk, Krisztusi emberré válni, az Isten szeretete által megújult, megújított embereként. A másik példa, amit Isten maga adott nekünk a megbocsátásra, hogy Jézus megbocsátott a kereszten mindazoknak, akik a halálát kérték, akik halálra ítélték, és akik kegyetlenül elbántak velem. Sőt, nem csak megbocsátott, hanem ezt mondtam, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Közben jár értük a mennyei atyánál. És valóban igaz, hogy a butaság és a bűn karöltve jár, nagyon gyakran a nem tudás az, ami oda vezet, hogy megbántjuk az Isten, vagy megbántjuk az embertársainkat. Éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy törekedjünk Istent jobban megismerni, ebben segíthet az ima, segíthet a szentségek vétele, segíthet a szentírás olvasása, és más olyan lelki olvasmányoknak az olvasása, ami előre visz bennünket az Isten megismerésében. És Szent Pál apostol azt írja, hogy Krisztus fenséges ismeretéhez képest mindent elvetettem, sőt, szemétnek tartottam. Ez az egyetlen igyekezete, hogy Istent jobban megismerjem és megismertessem. Jézus a megbocsátásra hívta meg az apostolait is. A felolvasott evangéliumi rész előtt Péter megkérdezte Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátania az embertársának. És az Anna Katarina Emerik látnoknő, boldog Anna Katarina Emerik, látomásai szerint Júdás volt az, aki kihozta ezt a kérdést Péterből. Júdás volt az, aki miatt Péter megkérdezi Jézustól, hányszor kell még megbocsátanom neki? Talán 7-szer? És lehet, hogy úgy érezte, hogy na most már ott tartunk. Ez volt az 5. vagy a 6., még egy, és utána jól elnáspángolhatom. És mit mond Jézus? Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Nincs határom. Mert tulajdonképpen, amikor nem bocsátunk meg, akkor magunknak ártunk. Megkérem a plébános atyát, hogy álljon föl. Nem fogom bántani. Amikor nem bocsátunk meg valakinek, akkor megfogjuk a másikat, és azt mondjuk neki, add vissza, amivel tartozó, addig nem engedlek el téged. Köszönöm. Ki az, aki nem szabad kötve? Ki az, akinek mind a két keze le van kötve? Én. Az, aki nem bocsát meg. Egy jezsuita atya szokta mondani, hogy a másik nyugodtan nyaral az Adrián, és bennem ott forrik a méreg, hogy miért, de miért, de miért. Türelem. És megbocsátás. A sebzettségünk története nem a másik emberről szól. Onnan kezdve, hogy megsebződtem, akár a testem is, ha sebem van a testemen, onnan kezdve az már az én sebem. És azzal nekem valamit kezdeni kell. Nem érek semmit azzal, hogyha valaki elvágja az ujjamat, hogy elkezdem kérdezni, hogy miért tette, de hát, jobb, hogyha bekötözöm, vagy elmegyek vele az orvoshoz. És ha elmegyek az orvoshoz, akkor nem arra kíváncsi az orvos, hogy hogyan történt, és mit csinált a másik, meg miért volt pont ott a kés, hanem azt akarja, hogy mutassa meg neki a sebemet, hogy bekötözhesse. A sztori nem segít a helyzeten, csak az, hogyha föltárom előtte a sebemet, és engedem, hogy bekötözzem. És végül, nem végül, tehát amit még említenék, hogy Jézus a megbocsátásra hív meg bennünket, ahogy meghívta az ő tanítványait is, a mi atyánkban arra hív bennünket Jézus, hogy így imádkozzunk,
Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus arra tanított, azt kérjük Istentől, hogy úgy bocsásson meg nekünk, ahogy mi is megbocsátunk másoknak. Ugye innet kezdve két lehetőségünk marad. Vagy nem imádkozzuk a mi atyánkot, vagy legalábbis ezt a részt kihagyjuk belőle, vagy pedig azt kérjük Istentől, hogy ha nem bocsátottunk meg az embertársunknak, akkor ő se bocsásson meg nekünk. Nem? Jézus nem véletlenül tanította így a mi atyánkot. Tudta, hogy mennyire fontos a megbocsátás. És nagyon érdekes, hogy még keresztelő János bűnbánatra hívott, tulajdonképpen ekkora erővel a megbocsátásról az Ószövetség nem tanít. Ez Jézusnak a sajátja. Ez Istennek a sajátja. Hogy annyira szeret bennünket, hogy ennek a szeretetnek része a megbocsátás. Natália nővér a múlt században köztünk élt misztikus volt, Pozsonyban született, magyar-szlovák családban, hogy a magyar nyelvet törtem, de érdekes módon, amikor Isten üzeneteit közvetítette, akkor teljesen helyes magyarsággal beszélt és írt. Ő kérte Istentől, megkérdezte Istentől, hogy mitől függ az, hogy valaki elkárhozik-e vagy sem. És Jézus azt mondta neki, nem attól, ami 40 évvel ezelőtt történt. Nem is attól, ami a tegnap történt, hanem a halálunk órájától. Nem véletlenül hív meg bennünket az egyház, hogy az üdvözlégy Mária végén így imádkozzunk, kérjük a szűzanyát, imádkozzál érettünk most, az állandó jelenben, és halálunk óráján. És láthattam Natália nővér egy nagyon bűnös embernek a ítéletét. Így írja le, könyvében, ami megjelent 3 kötetben magyarul, a szűzanyám az Úr Jézus elé vetette ezt a bűnös lelket, és tőlük nem messze ott ment Lucifer is. Abban a reményben, hogy ezt a lelket megkaparinthatja, elszakíthatja Istentől. Amikor megérkeztek Jézus elé, akkor a szűzanya távolabb ment, mert az embernek egyedül kell megállnia Isten előtt az ítéletkor. És lejátszódott ezelőtt az ember előtt az életem, de nem úgy, ahogy ő látta, hanem ahogyan Jézus látta az ő életét. És ez az ember őszintén bocsánatot kért Istentől, Jézus Krisztustól, és Jézus megbocsátott neki, megmutatták a leendő helyét a mennyországban, és a szűzanya elkísérte a tisztító helyre. És akkor a Lucifer elkezdett lázadni az Isten ellen, mint ahogy annak idején tette, hogy miért ez az ember egész életében hozzám tartozott, annyi bűnt elkövetett. Miért? Hogy lehet az, hogy én csak egyetlen bűnt követtem el, és a pokolra küldtél, ez az ember pedig annyi bűnt elkövetett, és megkegyelmezel neki. És azt írja Natália nővér, hogy Jézus kimondhatatlan kedvességgel megkérdezte Lucifertől. Lucifer, kértél te egyetlen egyszer is bocsánatot tőlem? És Lucifer dühösen azt mondta, hogy nem, nem, soha, és elviharzott. És Jézus azt mondta Natália nővérnek, ha a sátán Lucifer bocsánatot kérne, kiürülne a pokol. De sajnos nem képes rám. Tehát marad a kérdés, hogy hogyan. Nagyon gyakran az az ellenvetés jön a megbocsátással kapcsolatban, hogy nem tudok megbocsátani.
Kérdés, hogy ez azt is jelenti, hogy nem akarok? Vagy például nemrég mondta valaki, atya, ezt nem lehet megbocsátani. Arról volt szó, hogy a testvérét meggyilkolták. Ezt nem lehet megbocsátani. Elkezdtem gondolkozni, hogy mi lehet e mögött a nem lehet mögött. És valami ilyesmi érzésem volt, hogy azt gondoljam, hogy azzal tesz jót a testvérének, hogy gyűlöli a gyilkosát. De ezzel nem tesz jót a testvérének, csak önmagának árt. És ezzel valamilyen szinten a testvérének is. Látjuk, érezzük, hogy ott vannak ezek az érzelmi gátak, és valahogy túl kellene lépni rajtam. És ez az a pont, ahol el kell ismernünk, hogy nem vagyunk képesek egyedül, hogy az a sérülés, ami keletkezett a lelkünkön, az érzelmi világunkon, az nagyobb annál, mint amit meg tudunk gyógyítani egyedül. És keresnünk kell valakit, aki ebben segíteni tud. Én nagyon hálás vagyok, hogy Isten az utamba vezetett, úgyhogy tulajdonképpen nem találkoztunk, csak Skype-on beszéltünk, egy nőt, a Méri Usát, aki segített megbocsátani egy olyan dolgot, amit nagyon sokszor megpróbáltam, de nem sikerült. 1992 és 94 között Rómába tanultam, és igazán utólag értettem meg, hogy előtte való évben még Innsbruckban voltam, ugye megtanultam egy új nyelvet, letettem a vizsgáimat, befejeztem a teológiát, és igazán nem pihentem ki magam, hanem nyáron már lementem 2 hónap nyelvkurzusra, és ősszel kezdtem az egyházjogot egy másik országban, egy másik kultúrában, egy másik nyelven, egy másik idegen nyelven. Valószínűleg ennek is köze volt ahhoz, hogy egy olyan szobába kerültem, ami nagyon zajos volt. A Piazza Veneziára nézett, aki ismeri, ahol van buszmegálló, kanyar, domb, és gyakorlatilag Rómában éjszaka 2-től 4-ig csökken valamennyire a forgalom, amúgy egész nap zsongás volt, és ez lassan olyan hatással volt rám, hogy nem tudtam figyelni a tanulásra, és idő után nem tudtam rendesen kipihenni magam. És néhány hónap után, amikor már végleg azt éreztem, hogy ezt nem tudom elviselni, akkor elmentem a rektorhoz, az igazgatóhoz, a kollégium vezetőjéhez, és elmondtam neki, és ő egy olyan dolgot mondott, amivel nagyon mélyen megsértett, megsebzett engem. És azóta nagyon gyakran kimondtam, hogy megbocsátok nekim. De valahogy azt éreztem, és a különbséget igazán csak most tudom, hogy mégse tűnt el. Hogy újra és újra szükségét éreztem annak, hogy kimondjam azt, hogy megbocsátok, de mégis valami ott maradt. Miután részt vettem október végén ezen a lelki gyakorlaton a Méri Usa nővérrel, ő tanított egy lényeges dolgot, hogy nem a másikra kell figyelni, arra, amit a másik ember tett, hanem arra, ami bennem történt. És megpróbáltam beazonosítani azt az érzést, amit bennem az ő tette kiváltott. Talán akkor a legerőteljesebb a csalódottság volt, de most több mint 20 év távlatából azt éreztem, hogy keserűség van bennem. És amikor kimondtam, hogy megbocsátom neki ezt a keserűséget, amit az ő meggondolatlan szavával bennem okozott, akkor elkezdett valami föloldódni. A nővér azt mondja, hogy mondjuk el egymás után 10-szer, amikor a 4.-5. megismétlésénél tartottam, akkor unalmasnak éreztem, és nem értettem, hogy a nővér miért kéri azt, hogy mondjuk-e 10-szer, de hát ha már mondta, meg tudom tenni,
tovább mentem. És a 7.-8. mint hogyha áttört volna valami gát, mélyebbre jutottam, és olyan erővel törtek föl ezek az érzések, mint még soha, és valahogy konkrétabbá is vált az egész. És a 10. után azt éreztem, amit azóta is érzek, hogy ez egy begyógyult seb, amire nem fájdalmas emlékezni, és nem befolyásolja többi az életemet. A Nővér könyvében az 59. 60. oldalon találjuk meg leírva azt a 3 lépéses, mondjuk megbocsátást, amit ő mond. Ugye ez az első, hogy kimondom. Nem csak akarom, vagy gondolom, vagy valami, hanem kimondom, és ha mondjuk nincsenek jelen mások, akkor jó, hogyha hangosan. És az is nagyon jó, hogyha az oltári szentség jelenlétében Istennek kimondom, hogy megbocsátok neki. Megbocsátom neki, tehát kinek és mit neki, megnevezve édesapám, édesanyám, a rektor, azt a sérülést, jelen esetben a keserűséget, amit az ő tettével bennem okozott. A következő lépésben a nővér azt javasolja, tehát elején nem értettem, hogy próbáljuk megfogalmazni, hogy itt és most ő mit mondana. De ez is az a pont, amiben a segítő segíteni tud. Például rájöttem, amikor elkezdtem gondolkodni, hogy én általában egy mosolygós ember vagyok. El tudom képzelni, hogy akkor is bementem hozzá, és miközben belsőleg úgy éreztem, hogy végem van, mindet mosolyogva adtam elő, tehát ő nem hitte el. Azt gondolta, hogy poénkodhat velem. De nem teljesen így volt. Úgyhogy érdemes komolyan venni mindenkit, tehát azt, amit mond. Tehát, hogy a második lépés az lenne, hogy ő mit mond most nekem. Bocsáss meg, nem gondoltam, hogy ennyire megbántalak ezekkel a szavakkal. Nem fogtam föl, hogy ennyire komoly a helyzet. És a harmadik lépés, hogy kérjük. Tehát kérem Jézus drágalátos szent vérét, hogy mosson tisztára bennünket, őt és engem, és tegyen bennünket szabaddá. Mert ő bennem van megváltásunk, Jézus az értünk kiontott szent vére által váltott meg bennünket, és egyedül Jézus legértékesebb, drágalátós vére képes tisztára mosni bennünket a bűneinktől, és valóban szabaddá tenni. Azt gondolom, hogy ha ezt megtanuljuk, akkor sokat segíthet, legalábbis nekem segített, és akik ott voltak velem együtt, azoknak segített. A december 5-i fűzéradványi lelki gyakorlaton, vagy lelki napon, annak a 19 embernek, aki segítő beszélgetést kért, segített megbocsátani és átélni annak az örömét, azt a felszabadultság érzést, hogy milyen, amikor elengedtük valakinek a tartozását, és nem tesszük azt, amit az előbb bemutattam, de add vissza, amivel tartozol. Talán még egy gondolat, vagy néhány gondolat, nem lehet egyszerre megbocsátani és megtartani a negatív érzést. Ugye, amit mondtam példát, hogy valaki azt érzi, hogy nem bocsáthatok meg, mert ő az szinte, mint egy árulás lenne a testvérem felé, nem. Azzal teszünk jót a családtagjainknak, másoknak is, hogyha megbocsátunk. De nem lehet egyszerre fönntartani a negatív érzést és megbocsátani. Ha valóban boldogok akarunk lenni, akkor érdemes megtenni ezt a lépést, és tiszta szívből megbocsátani. És amint hallottuk az evangéliumban, Isten a megokolásban, hogy miért érdemes, vagy miért hív meg bennünket a megbocsátásra, azt mondja, hogy azért, mert ő nekünk 100-szor vagy 1000-szer annyit megbocsátott. Senki sem
senkinek közülünk nem tartozik egy ember többel, mint amennyivel mi Istennek tartozunk. Kérjük az Urat, hogy ezt megértsük, fölfogjuk, és akarjunk tiszta szívvel megbocsátani embertársainknak, hogy nyugodt szívvel, hálatelt szívvel imádkozhassuk, bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Amen.